hatalmas üdvrivalgás fogadta Dave Grahamet, Martin Gort és Andrew Fletchert, amikor a színpadra léptek tegnap este a Groupama arénában. És így nézett ki felülről, ahogy 24 ezer rajongó tombolt a Depeche Mode jubileumi 10. budapesti koncertjén. A zenekar tagjai már vasárnap megérkeztek a magyar fővárosba, és az énekessel akár egy szupermarketben is össze lehetett futni. A Zebrán szembe jött velem Dave Gahan. Én majdnem elájultam, annyit tudtam kérdezni tőle, hogy Dave Gahan, ő meg azt mondta, hogy yes. Aztán mutattam neki a karkötőmet, meg a körmemet, és mondta, hogy follow me. Úgyhogy követnem kellett, míg ő bevásárolt. Addig én előkotortam, hisz nálam volt a Word in My Eyes dalszöveg. Szereztem egy tollat, és mikor kijött, akkor megkértem, hogy írja alá. A találkozóról még egy közös fotó is készült Ildikóval, az viszont nem derült ki, miért ugrott ki az énekes a luxus szállodából a szupermarketbe. Ildikó annyira izgult, hogy ezt elfelejtette megkérdezni. Miközben közel 100 rajongó várta őket a szállodájuk előtt egész nap, a koncert helyszínén már vasárnap délután 4 órakor megérkeztek az első rajongók, akik egymás között sorszámokat kezdtek felírni a kezükre, hogy kik menjenek majd be elsőként a stadionba. Az első számokat egy orosz rajongói csoport kapta, akik annyira fáradtak voltak a több mint 24 órás várakozás után, hogy szinte már beszélni sem tudtak. Egy polifumon aludtak éjszaka a kerítés mellett, csak hogy ott legyenek az első sorban. Izraelből jöttem. Izraelből? Csak a koncert miatt? Igen, annyira szeretem őket. Mióta várakozol itt a kerítésnél? Reggel 6 órakor érkeztünk ide. Ki kell innen rekeszteni, álljunk majd a sor végére. Kameránk előtt egy kisebb vita is kialakult a legfanatikusabb rajongók között, hogy kik jussanak be elsőként majd a stadionba. A legélelmesebb rajongói címet biztos, hogy ezek a lengyelek kaphatják, akik egy egészen fölmatricázott, depes módos lakókocsival érkeztek, és megálltak itt a stadion mellett, gondolom, hogy itt éjszakáztak. Olyannyira komolyan gondolták a lakókocsinak a díszítését, hogy még a rendszám is depes módos. De vajon milyen volt a zenekar és a koncert 32 évvel ezelőtt, amikor először jártak a magyar fővárosban? Hegedűs László szervezte az első budapesti fellépésüket 1985. július 23-án. A banda tagjait ekkor már jól ismerte, mivel korábban Lengyelországban és az EDK-ban is ő szervezte a koncertjeiket. De nem volt hova vinni, mert nem volt szabad a sportcsarnok, nem volt szabad semmi gyakorlatilag. Mindenhol sportesemények voltak. Így a választás az akkori Volán pályára esett. A ma Budai 2 Lászlónak nevezett stadionban futunk össze, a satöbbi zenekar tagjaival, Péterrel és Zsolttal. Ők voltak akkor az előzenekara a Depeche Mode-nak. Körülbelül itt volt a színpad, mert amikor játszottunk és valamelyik tag megjelent, akkor nekünk jobbra fel kellett nézni, és ez ugye... Ez csak akkor lehetséges, hogyha körülbelül itt volt a színpad. Ez egy ennyire minimál plakát volt akkoriban. Végre valami a tínédzsereknek, ez nagyon vicces, ezzel én most azonosulok, tehát valószínűleg akkoriban ez lehetett a szlogen. Így nézett ki a jegy, ami akkor 150 forintba került. 17 ezeren voltak a focipályán, sokan érkeztek az NDK-ból, akik nem rajongtak a magyar előzenekarért. Még meg is dobálták őket, ők viszont inkább a hátsó sorokban levő magyarokra koncentráltak. A színpad úgy volt felépítve, hogy meg volt hagyva egy viszonylag kis rész, ezt hagyták meg nekünk, és akkor utána az ő felszereléseik, hogy ne kelljen elmozdulni ezeknek, hát ezeket teljesen lezárták meg előlünk is. A satöbbinek hatalmas élmény volt 17 ezer ember előtt fellépni, de azért az rosszul esett nekik, hogy Martin Gore a fellépésük közben kijött az öltözője erkélyére, amivel elterelte a figyelmet. A magyar zenészek végül nem látták a Depeche Mode koncertet, és nem is találkoztak a banda tagjaival. A valóság az, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy ki játszik előttük, vélhetőleg ez az igazság, fogalmuk sem volt arról, hogy ez egy gesztus lenne, hogy egy magyar zenekarral ők mondjuk kezet fogjanak, és erről valami fotók szülesek, vagy bármi. De ugorjunk vissza a belvárosba, ahol hétfőn délután 4 körül először a billentyűs vokalista Andrew Fletcher hagyta el elsőként a szállodát. Magyarországon a Depeche Mode-nak van az egyik legnagyobb rajongótábora. A hivatalos budapesti klubnak több mint 1000 tagja van, és 4-5 vidéki klub is működik. Hasonló volt a rajongás már 1985-ben is. A koncertszervező egy kínai étteremben vitte el a bandatagjait vacsorázni, amit megtudtak a rajongók is.
Kellemetlen helyzetbe is került emiatt Hegedűs László. Volt egy ilyen külön teremszerűség, ahol egy Marjai József nevű miniszterelnök helyettes éppen egy díszvacsorát adott a kínai kereskedelmi miniszter és egy szerintem legalább 30 tagú kínai delegáció részére. Ők folyamatosan hallgatták, hogy a rajongók kint énekelnek és dobognak az ablakon, és Depeche Mode, meg a Dave. Végül a miniszterelnök helyettes személyesen kérte meg a koncertszervezőt, hogy intézkedjen. Ő kiment és azzal zavart el a rajongókat, hogy felismeri majd őket másnap a bejáratnál, és nem engedi majd be. Többen kinevették őt, de végül elmentek. A Depeche Mode egy olyan különleges hangzásvilágot nyújt az emberek számára, és egy olyan atmoszférát teremt a zenéjével, ami teljesen egyedülálló. Én 2013-ban olyan szerencsés voltam, hogy találkozhattam a Depeche Mode tagjaival, és való igaz, amit én is hallottam több helyről, hogy egy olyan hihetetlen erő árad ezekből az emberekből, amit én sem gondoltam volna előzetesen. A stadion mellett találkozunk Tamással, aki egy korábbi gerincsérülés miatt nehezen jár, és mopedbe kényszerült. Az eredetileg tűzpiros járgányt édesapjával viszont átalakította. A kormányon a Depeche Mode feliratot, illetve a zászlókat az oldalán, illetve a Delta Machine feliratot, még ezeket én csináltam. Az angyalkát itt az oldalán, azt már apukám festette rá. 3:49-kor aztán hatalmas üdvrivalgás közepette elkezdődött a koncert. A turné szinte összes eddigi állomásán esett az eső, és most is csöpögött a stadion felett. A Depeche Mode a jubileumi 10. koncertjükkel felavatta a Groupama Arénát, hiszen ez volt az első ilyen a Fradi pályán. A színpad viszont nem volt tökéletes helyen, mivel több néző szinte semmit sem látott a fellépésből, miközben több 10 000 forintot adott ki a jegyekért. A koncert egyébként egy kisebb bakival kezdődött. A csapat mögötti hatalmas kivetítő egy részén ugyanis nem volt kép néhány dal erejéig. Ez azonban nem zavarta a teltházas közönséget.